könyvbemutató, orosz verseny, sikeresek a karcagi fakanálforgatók, ítélet a fogvatartó ellen. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 20-án 18 óra 5 perckor. Történelmi tanulmánykötetet és tudományos kutatások eredményeit mutatták be a Debreceni Egyetem oktatói Karcagon, az Ifjúsági Házban dr. Barta Róbert, dr. Kerepeszki Róbert és dr. Pintér Zoltán, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanára. A Csokonai Könyvtárban az osztrák-magyar monarchia összeomlása, konfliktusok és megoldási kísérletek címen megjelent új tanulmánykötetét mutatta be az érdeklődők számára a három szerkesztő, dr. Barta Róbert, dr. Kerepeszki Róbert, a Debreceni Egyetem oktatói, és dr. Pintér Zoltán, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanára. Tavaly novemberben, tehát 2018 novemberében volt Karcagon egy konferencia, ahogy a címben is látható, az osztrák-magyar monarchia és a történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban, konfliktusok és megoldási kísérletek címmel. Akkor 12 kiváló előadó Karcagon európai perspektívában, országos viszonylatban és helyi, lokális, jelesül karcagi viszonylatban mutatta be az 1918-19-es válságévek esemény sorát, annak különböző vizsgálati szempontjait. Az elmúlt egy év folyamán Karcagváros önkormányzata és a Debrecen Egyetem Történelmi Intézete közös gondozásában dr. Barta Róbert történelmi intézetigazgató úr, dr. Kerepeszki Róbert intézeti igazgatóhelyettes úr és dr. Pintér Zoltán Árpád gimnáziumi tanár szerkesztésében elkészítette egy konferencia kötetet 10 kiváló tanulmánnyal. Ez a konferencia kötet nemrég került ki a nyomdából. Ugye itt tartom a kezemben, meglehetősen friss egyébként, még fantasztikusan jó nyomda illata van, amit egyébként nagyon szeretek. És a kötet bemutatására december elején, 2019. december elején kerül sor. A kötet megjelenése a tavaly novemberben azonos néven a Városházán megrendezett tudományos konferencia utóéletét képezi. A tavalyi konferencia és a kötet támogatói Karcagváros önkormányzata, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája. Úgy gondolom, hogy Kisközépváros református gimnáziumának, gondoljunk itt a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumára, nagyon fontosak a kiterjedt tudományos kapcsolatok, hiszen nem titkolt szándék a gimnáziumunknak, hogy akár természettudományi, akár társadalomtudományi irányban egy kiemelt szerepű, regionális jelentőségű képzőműhelyé váljunk, ahol a tehetségeket, a jövőképpen rendelkező fiatalokat irányítsuk és segítsük a továbbtanuláshoz. Ennek nagyon fontos hozadéka az, hogy ezen a konferencián született arról a megállapodás, hogy 2019. december elején a gimnázium épületébe látogat, és egy ilyen másfél órás, gyakorlatilag egyetemi látványelőadással, elképesztően részletes és friss adatokat felmutató látványelőadással dr. Barta Róbert egyetemi intézetigazgató és dr. Kerpeszki Róbert intézetigazgató helyettes előadnak a gimnáziumban a gyerekek számára. Elképesztően jó témákban, Winston Churchill magánélete, magánéletének sajátosságai, nehéz természete, magánéletének hatásai a politikai döntéseire, illetve egy meglepetés előadás, amiről nem szólok többet, történelmi horror címen is előadásra kerül. És úgy szeretnénk azt hinni a kollégáimmal, vagy szeretnénk abban hinni, hogy ennek lesz hatása a gyermekek gondolkodására, a motivációikra, a céljaikat illetően és az elhivatottságukat fokozni fogja. Reménykedünk benne, hogy mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a továbbiakban is gyönyörű eredmények születhessenek a gimnáziumban, mert úgy gondolom, hogy erről kell, hogy szóljanak a gimnázium évek az élet tartalmas megéléséről, aminek része az is, hogy tanulni, és ezek által ugye gyakorlatilag reprezentálni kell a hazai kultúrát. A kötet szerkesztőinek egyhangú döntése szerint a kötetből származó bevétel egészét közhasznú célra a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesületnek ajánlotta fel. A Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézete, a Tolsztoj Társaság, a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület és a Debreceni Egyetem Orosz Központja harmadik alkalommal rendezett középiskolások számára orosz nyelvi vetélkedőt. A nyelvi vetélkedőre 5 megyéből érkeztek a diákok. Debrecenben jártunk egy nagyon jól megszervezett orosz nyelvi vetélkedőn, inkább vetélkedőnek nevezném, mint versenynek. Már harmadik alkalommal vettünk részt a Debreceni Egyetem
az orosz russzisztikai központ, valamint a Tolsztoj Társaság által megrendezett orosz nyelvi vetélkedőn. Minden évben, tehát már harmadik éve ennek a házigazdája a Debrecen Egyetem Szlavisztika Intézete, azon belül is természetesen az orosz tanszék, és hát próbálkozunk a 11-12. Évfolyamos fiatalokkal. Nagyon szeretünk járni, és hangsúlyozom, talán azért, mert ennek az eseménynek nem a verseny lényegét emelném ki, tehát nem versengés, hanem inkább egy nemes vetélkedés folyik különböző iskolák között, elsődlegesen Tiszántúl és regionális jellegű verseny, tehát olyan csapatok, olyan középiskolák részvételével, mint Szolnok, Gyula, sőt, Miskolc is képviselteti magát rendszeresen ezeken a versenyeken, Debrecen, Nyíregyháza, tehát úgy nagyjából el tudjuk helyezni a térképen ezeket a középiskolákat, és azért ebből is azt látjuk, hogy nagyon sok középiskola visszaállította az orosz nyelvtanítást. Reméljük, hogy a jövőben ez egy felfelé ívelő tendenciát mutat. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 11 és 12. évfolyamos diákjai felkészítőjükkel, Major János szaktanárral vettek részt a megmérettetésen. A gimnazisták második idegen nyelvként tanulják az oroszt heti 3 órában, vagy fakultáción heti 2 órában. Én úgy gondolom, hogy mindannyian igyekszünk, tehát egyrészt a gimnázium is lehetőséget ad minden ide 9. beérkező kisdiáknak arra, hogy szabadon választhassanak idegen nyelvet, így az oroszt is. Én is, mint szaktanár, a szívemen viselem az orosz nyelvnek a sorsát, az oktatását, mind globálisan, mind pedig itt nálunk a gimnáziumban. Van egy nagyszerű, szépen berendezett laborunk, ahol megfelelő munkakörülmények között tanulhatjuk a mai orosz nyelvet. Remélem, hogy ez a tendencia egyébként megmarad, vagy állandósul. Szerintem az mindig fontos, hogy ha nem is nagy létszámban, de legalább egy kis létszámban válasszák a gyerekek, hogy mindig legyen utánpótlás orosz nyelv tudás területén. A versenyen az írásbeli és szóbeli nyelvi, valamint részben országismereti feladatok az orosz új év tematikájához kapcsolódtak, tudtuk meg Major Jánostól. A versenyen Nina Nikolajeva gyakornok orosz nyelvű előadása is elhangzott hazájáról, a Karél köztársaságról. Amíg a diákok versenyeztek, addig tanáraiknak Vera Legyenyeva, a Szlavisztika Intézet lektora országismereti szemináriumot tartott. Én az idén 6 gyermeket vittem, 6 nagyon ügyes, nagyon lelkes és az orosz nyelv iránt elkötelezett tanulót. Egyéni verseny volt, amelynek keretén belül nyelvtani tesztet, szövegértést kellett, hallás utáni szövegértést kellett megoldaniuk, tehát gyakorlatilag kompetencia alapú feladatokat. Egyéb kulturális programok is kísérték ezt a teljes napot igénybe vevő vetélkedőt. A délután folyamán pedig egy szóbeli, rövid szóbeli versenyre került sor. Pontozták őket nyilván az elért nyelvtani teszt eredménye alapján, a szóbeli alapján, és akkor így állították fel a végső sorrendet. És közel, tehát 25 tanuló vett részt ezen a regionális versenyen, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy a legjobb diákunk 5. helyezést ért el, ő Nagy Gábor a 12. B osztályból, úgyhogy szerintem ez az 5. helyezés, ez reális, és azt gondolom, hogy örömmel töltelt bennünket az eredmény, nem csak az ő eredménye, hanem természetesen a többieké is, akik kicsit leszakadva középmezőnybe végeztek mindannyian. Az orosz nyelvi vetélkedőn eredményesen szerepeltek a karcagi diákok, Varga Petra, Csíti Gabriella, Nagy Gábor, Pataki Máté, Varga László és Hodos Imre. A hírstúdióban már itt van Ferenci Béla, karcagi gasztroénekes, akivel idei sikereiről beszélgetünk. Mai vendégem Ferenci Béla, nótaénekes, szakács, nem is tudom, hogy hívjam ön, de erre mindjárt sor kerítünk. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm én is a Kaca TV nézőket. Milyen volt az idei nyár, azért fesztivál hátán már Magyarországon? Igen, nagyon jó nyarat, illetve nagyon jó évet zártunk, mint karcagi fogánálforgatók. Hát nagyon sokat fel tudnék sorolni, de ugye a karcagi birka főző fesztivált is fel tudjuk sorolni. Nem vettem még egyszer sem még részt,
pedig már 21. alkalommal volt megszervezve. Kedves főszervező barátom, kollégám Kolossár Gyula több alkalommal hívott, hogy miért nem veszek részt, mivel van egy sörözőm, és ott én odahaza megfőzöm. Szolnokon is voltunk a Gulyás Fesztiválon, aztán voltunk Martfőn, voltunk Nagykörűbe, a Hajdúságba, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen a világkiállítástól kezdve, sorolhatnám, szinte minden megyét fel tudtak sorolni, mert Nógrád megyétől kezdve, Szabolcs-Szakmár-Berék megyébe, Miskolcon, ugye a Tepertő Fesztiválon. Tehát mind egy ilyen jeles, neves rendezvényeken szinte szerepelünk, és ott vagyunk. És képviseljük Karcagot, ami nagyon fontos. És a birkapörköt az elengedhetetlen. Ez pont ezt akartam mondani, hogy ugye a Hungarikum karcagi birkapörköt az nyilván ugye mindig ott van a repertoárban. Tradicionális magyar ételeket főznek, vagy kísérletezgetnek azért? Igen. Na most ugye, amikor ezek a fesztiválok általában ki vannak úgy hangsúlyozva, hogy Tepertő Fesztivál, Lecsó Fesztivál, Gulyás Fesztivál, tehát amikor most legutóbb ott voltunk Békés Csabán, az pedig ugye a Kolbász Fesztivál volt, ott még külön meg is voltam kérve, mint zsűri, és zsűriként szerepeltem egy ötfős csoportban, a Gulyás királya Csányi Sándorra vettünk részt, és nagy is nagyon jó sikerült, háromnapos rendezvény volt, ott viszont nem főztem, hanem viszont ugye zsűriztünk. Na most ezek a napok, amikor beszélgettem is, hogy ugye ki vannak ugye találva, amikor ugye van egy ilyen Lecsó Fesztivál. Én elmondtam a főszervezőnek, hogy mi nagyon szívesen elmegyünk, meg is főzzük ezt a tradicionális ételt, amit ugye kérnek. Tehát ez egyszer az egyik része. De a másik része, ami fontos nekünk részünkről, hogy a karcagi birkapörkötöt nem akarjuk, hogy ne szerepeljen, mert belefér abba a napba, és ugye bárki, aki ott részt vesz, az ugye rögtön keres bennünket, hogy hol vannak a karcagiak, mert a karcagiak azok tudják, hogy milyen birkapörkötöt főznek. És mi erre büszkék is vagyunk, mert Karcagon szerintem mi igenis jól meg tudjuk főzni azt a birkapörkötöt. Na most a kedves feleségem, ő készíti a leves kategóriákba, ugye szerepelünk. Vannak sültek, és vannak a töltött dolgok. Ezeket az én feleségem készíti, Mónika. Illetve a süteményes kategória is, illetve van még ezen kívül a mustra, tehát a pálinka mustra, azokkal is ugye szoktunk jeleskedni, mert most legutóbb bronzérmet szereztem, amit saját magam kifizettem, ugye pálinkát, és azt is ugye érti, úgymond megkóstolták, és ugye eredményt kaptunk, a bronzfokozatot. Mert egy jó pörkök mellé egy jó pálinkát dokál. Mindig említett, hogy zsűrizik is. Melyik a nehezebb, zsűrizni vagy főzni? Hát Hajdúszobáton kértek fel először, hogy ugye zsűri tag legyek, mert az egyik szakács megbetegedett, és annak a helyre kellett gyorsan beugrani. Ráadásul pontosan olyan rossz szituáció volt, hogy az időjárás is sajnos nem kedvezett, de viszont ennek ellenére jó volt a nap, jó telt el, mindenki meg volt elégedve. 17 csapat ugye fogott össze, és akkor ugye megmérettette magát. Na most elvállaltam természetesen, de viszont mi főztünk, és a feleségem egyedül maradt, aztán megkértem a kisebbik lányomat az első házasságomról, hogy jöjjön már egy, és akkor segítsen ugye adagolni, mert pont ugye ebéd, és akkor közben ugye hozták az ételeket, és akkor nekünk ugye szelektálni kellett, meg zsűrizni, hogy ugye melyik jó, melyik az íze, vagy a színe, vagy mi hiányzik belőle, vagy ugye, hogy a Kozmával megismerkedett, akkor annosok ezzel az már ugye nem is került ugye kisorsolásra. És hát már 4.-5. alkalommal veszek részt, mint zsűri, és azt mondom, hogy minden egyes, amiben belefogtam, tehát kihívásnak nevezem, én inkább ezt mondom, úgy a főzést, mert minden egyes rendezvény más-más jellegű, illetve maga a közönség is más-más. Na persze a zsűrizésben is ugye, ott meg ugye meg kell mutatni az embernek magát, hogy az helytállóan próbáljon zsűrizni, mert hogyha valami baki van, akkor utána azt mondják, hogy hát akkor miért ül le, miért veszi fel azt a szakácskabátot, és akkor mostuk ezzel nehéz helyzetben van. De hál' Istennek még eddig mindig jó sikerült, és külön öröm egyébként, hogyha ilyenekre felkérnek bennünket. És ahogy említi, akkor a család végül is minden tagja jó tud. Igen.
Hát, ugye van a legkisebbik lányom, a Mónika, ő külön kérte, hogy ugye minden egyes alkalommal rendezvényeken részt vesz, amikor teheti természetesen az iskola, hogyha engedi, mert van, amikor ugye csütörtök vagy pénteken már nekünk oda kell készüljünk, és ugye fel kell készüljünk az alapanyagokat, meg ugye a sátrat, lócát, egyebeket előkészíteni, de van, amikor ugye nem ér rá a kislányunk, ő neki külön készítettünk ruhát, megfelelő magyaros ruhát készítettünk, illetve edényeket vettünk nekik, asztal biztosítottunk számára, és ugye a leves kategóriába indítottuk még eddig el. Van nekik neki is remek kis főzőlapja, és azon főz, és külön megkéri, hogy ő hozzá ne is nyúljunk semmihez sem, minden alapanyagot ő készít el, ő főzi meg, és akkor ez egy szép dolog, hogy ugye akik oda jönnek zsűrizni, hogy ugye szelfiznek is vele, meg ugye természetesen készül a finom étel, és ezt minősítik, mint kategóriában, mint diák kategóriában, ugye őt is kiemelik, és jó sikerül, hál' Istennek. Jó készülést kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm. Előkészítő ülést tartott a járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben személyi szabadság megsértése és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. A vádirat szerint 2019. április 18-án a vádlott a Budapest-Záhony vonalon közlekedő személyvonaton utazott. A vonatra 10 óra 41 perckor Karcagon felszállt a sértett, majd a szerelvény Debrecen felé indult tovább. A fülkében a sértett egyedül utazott, amikor Püspökladány előtt a 40 éves férfi bement a nőhöz és szóba elegyedett vele. A vádlott Püspökladány település előtt a vonat hátsó vagonjai egyikében, annak fülkében foglalt helyet, az abban egyedül tartózkodó sértetthez bemenve. Vele beszélgetésbe egyedett, ennek során a vádlott közelebb ült a sértetthez, és egy alkalommal, kb. 2 másodpercre tenyerét a sértett térdére helyezte, majd őt folyamatosan dicsérő szavakkal illette, bókolt neki. A sértett közölte a vádlotta, hogy nem szeretne vele beszélgetni, illetve megkérte, hogy hagyja őt békén, ezért a vádlott a fülkét elhagyta. A vádlott egyre közelebb ült a nőhöz, akinek egyszer a térdére tette a tenyerét, majd folyamatosan bókolt neki. A megrémült nő közölte, hogy nem akar a férfival beszélgetni, és megkérte, hogy hagyja őt békén. A vádlott ekkor elhagyta a fülkét, azonban később visszament, és szexuális tartalmú kijelentéseket tett, majd megfogta a nő combját. A félelemtől remegő sértett hirtelen ekkor felállt, kabátját magához vette, és a fülkehajtó nyitó részét megfogva távozni készült a fülkéből. Ezt észlelve a vádlott elővett egy 8,5 cm pengehosszúságú rugós kést, melyet kinyitva közölte a sértettel, hogy nem mész sehova. A vonat ekkor Kaba állomáson állt, a vádlott a kést mellmagasságban tartotta, a nőt nem engedte ki a fülkéből, és ismét szexuális aktusra utaló kijelentést tett. A sértett ilyettében segítségért kiáltott, amelynek hatására a férfi megijedt és elhagyta a fülkét. A vádlott Debrecenben leszállt, majd bement egy vendéglátóhelyre, ahol a sértett és a jegyvizsgáló bejelentés alapján a helyszíre érkező rendőrök elfogták. A sértett a sérelmére elkövetett személyremsértés vétsége magánindítvány terjesztett elő a vádlottal szemben. Az ügyészség a vádlottal szemben indítványozta, hogy letartóztatását az elsőfokú bírósági ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fent, halmazati büntetésül börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Az előző előkészítő ülés elmaradásának oka az volt, hogy a vádlott letartóztatását az elsőfokú bíróság fenntartotta, azonban ezt a végzést a vádlott megfellebbezte. A kitűzött időpontig a másodfokú bíróság a végzést még nem bírálta el, amely azóta megtörtént. A bíróság a letartóztatást fenntartotta. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!